Sziasztok, Gábor vagyok, és a Tech Barátot nézitek. A Samsung az A kategóriás készülékekkel, ugye a középkategóriás készülékeket próbálta meg versenyre bírni. Bár elmondható az, hogy az áruk azért ahhoz képest, hogy középkategóriáról beszélünk, még mindig magas volt, akár az A40 vagy A50 esetében, és elgondolkodhattunk azon, hogy sokkal kedvezőbb készülékeket, kedvezőbb áron tudunk megvásárolni. A mai termékünk viszont az A-szériának, noha az egyik legalacsonyabb számozással rendelkezik, az eddigiekhez képest biztosan, mégis olyan jó árral érkezik hozzánk, ráadásul olyan jó tulajdonságai vannak, ami azért már viszont elgondolkodhat minket, hogy érdemes-e inkább egy Samsungot választani, ha középkategóriás készüléket szeretnénk, vagy mondjuk egy mindig vetétás Xiaomit. Ez esetben a Samsung Galaxy A20e az, amit ma be fogunk nektek mutatni, és remélhetőleg meg is fogunk titeket győzni arról, hogy milyen jó kis készülék ez. A készülék üveg előlapot kapott, hogy Gorilla Glass védettsége van-e, azt arról nem nagyon cikkeztek, úgyhogy arra nem mernék mérget venni. A hátlap az viszont teljesen biztosan műanyag, ezt halljuk is a hangján, úgyhogy egy kicsit mondjuk ez egy ilyen kevésbé prémium feelinget ad a készüléknek, de ezért az árért én úgy gondolom, hogy ez még mindig belefér. A készülék 5,8 incses PLS TFT kijelzőt kapott, aminek a felbontása 720x1560 pixel, tehát nem full HD-s kijelzőről beszélünk, 293 ppi-s képsűrűség, valamint nagyon jó betekintési szögek jellemzik, és a kép méret arány, illetve a kép arány az 19,5 a 9-hez aránylik. Talán ugye ezt már mondanom sem kell, hogy az idei, illetve a tavaly piacra adott készülékek többségében, noha most már elindult egy ilyen felugró kamera verseny, ebben még egy csepp alakú notchot fogunk találni, ami a képernyő közepén található, de igazán annyira nem foglal sok helyet, és nem is annyira zavaró, ezt ugye korábban már említettem, hogy ha már választani kell notch és notch között, akkor mindenképpen inkább ezt választanám, hiszen ez azért mégsem annyira ormótlan. És nézzük is akkor meg, hogy hogyan is néz ki a készülék körbe, kezdjük felül. Felül csak egy darab zajszűrő mikrofont fogunk kapni, a jobb oldalon található a hangerőszabályzó, illetve a bekapcsoló gomb, alul pedig nagyon nagy örömünkre egy jack csatlakozóval találkozunk ismételten, és egy Type-C-s porttal, ahogy ez már ugye elvárható 2019-ben, és az egy darab hangszóróval, illetve ugye mikrofonnal, tehát monohangzást fog biztosítani, nincs benne sztereó hangszóró. És a készüléknek a bal oldalán pedig megtaláljuk a SIM-tálcát, illetve ugye a kis lyukat a kiszedőtűnek. A SIM-tálcára vagy kettő darab nanoszimet, vagy egy darab nanoszim, és egy SD kártyát, vagy egy microSD kártyát tudunk behelyezni, egy terabájtos méretig tudjuk bővíteni. A hátlapon találjuk majd az új lenyomat olvasót, tehát itt nem a kijelzőbe került ez a leolvasó, ami személy szerint én azt gondolom, hogy még mindig jobb a Samsung esetében, hiszen a hátoldali új lenyomat olvasó az még mindig gyorsabb, gyorsabban lehet regisztrálni, csak végig kell húzzuk az ujjunkat, és már is egyrészt fel is old gyorsan a telefon, tehát nagyon gyorsan érzékel, illetve a beolvasás is ugyanilyen gyorsan megy. Ellentétben ugye a Samsungnak az előlapi, illetve kijelző aláépített új lenyomat olvasóival, ami még nagyon sok szériánál, illetve sok modellnél, én úgy gondolom, hogy még nem igazán kiforrott, úgyhogy várjuk azt az első olyan Samsungos készüléket, ahol ez majd gyors és precíz lesz. A készülék belsejében egy 8 magas Exynos 7884-es 14 nanométeres processzor dübörög, egy Mali G71 MP2-es grafikus gyorsítóval, és ebben a készülékben 32 GB-os belső tárhely mellé 3 darab gigabájtot kaptunk memóriaként, ami azt gondolom, hogy gyorsan viszi a rendszer, tehát ezzel semmilyen problémánk nem lehet, és egy 3000 mAh-s akkumulátor került bele, ami ráadásul 15 wattos gyors töltéssel feltölthető, ehhez ugye a csomagban adnak is egy gyors töltőt majd, tehát vezeték nélkül viszont ugye nem lehet tölteni, de köszönhetően ugye a gyors töltésnek, a kábeles gyors töltésnek durván egy olyan fél óra, óra alatt több mint 50%-ot nulláról számítjuk, persze bele lehet tölteni a készülékben. Adatkommunikáció szempontból megtalálható a készülékben Wi-Fi, ez nem kétsávos Wi-Fi, csak egy, tehát a 2.4 GHz-es hálózatokat támogatja, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, GLONASS támogatás, még NFC is található a készülékben, és nagy meglepetésünkre, ami már régen nem fordult elő, különböző
csúcskategóriás telefonokban, de akár középkategóriában sem. FM rádió is található, tehát ha bedobjuk a dobozban található headsetet, vagy bármilyen más headsetet a jack csatlakozóba, akkor antennaként szolgál, és egyből tudjuk indítani a rádióállomásokat. Beszéljünk akkor a szoftverről. A készüléken Android 9.0-as Pi operációs rendszer fut, a One UI 1.1-es felületével, és a biztonsági frissítéseket tekintve a júliusi biztonsági frissítést, tehát ugye most augusztus elejét írjuk, júliusi frissítést megkapta, úgyhogy azt lehet mondani, hogy egészen korrekt, és mondhatni, hogy majdnem időben is érkezett a legutóbbi frissítés. Nyilvánvaló, hogy az augusztusi az majd augusztus végén vagy szeptember elején várható, úgyhogy ezzel nagyon jól áll a Samsung. A szoftver az maga nagyon gördülékeny, és ugye ha már ismerjük a Samsungnak, ez a One UI-nak a felületét, lényegében nem különbözik nagyon a már megszokott felülettől. Nyilván ugye egy-két funkció belekerült a korábbiakhoz képest, és ugye készülék függő, hogy mondjuk a navigációs sávot például hol tudjuk beállítani, hol nem tudjuk, van-e mondjuk arcfelismerés. Jó hír, hogy ebben a készülékben a navigációs sáv az eltüntethető. A notchot sajnos nem tudjuk eltüntetni, úgyhogy erre nincsen lehetőségünk. Viszont bekapcsolható már, noha nem AMOLED kijelzője van a készüléknek, bekapcsolható az éjszakai fény, ami ugye azt jelenti, hogy egy kicsit sötétebb témával, illetve nem kicsit, hanem szinte fekete menürendszerrel fog megjelenni a készülék. AMOLED kijelzőnél ugye ez energiatakarékosság szempontjából is hasznos, de mindenképpen a szemnek szerintem sokkal kényelmesebb és jobb. Támogatja viszont ugye a kézmozdulatokat, tehát a megszokott mozdulatokkal ugye a hívás fogadása, némítása, képernyőfelvétel, egykezes mód, ezek mind bekerültek ugyanúgy a One UI-ba, illetve az Android 9-es verzióba, viszont mivel ugye nem AMOLED kijelzőről beszélünk, ezért az Always On Display nem jelenik meg, tehát hogyha szeretnénk mondjuk az időt megnézni, akkor meg kell nyomjuk a gombot, és akkor látjuk a kijelzőn az aktuális időt. És hát ugye nincsen készülékteszt játék nélkül, a szokásos játékainkat erre is feltelepítettük, és engedte is a rendszer. Ugye az első az Asphalt 9 volt, közepes beállításokon, én azt gondolom, hogy teljesen jól futott, nem volt semmilyen megakadás, smooth volt az élmény, illetve folyamatos volt a kép is, tehát nem voltak benne még mikrolagok is. Nyilván ez ugye nem az ultra grafikán, de én azt gondolom, hogy még a közepesen is élvezhető. Pláne úgy, hogy ugye 720p-s a kijelző, tehát így még a megakadás az, annak még kevesebb az esélye. A PUBG esetében ugyanúgy közepes grafikán egy-két ilyen mikrolaggal találkozhattunk, de igazából az sem volt számottevő, és az is csak inkább a betöltés után a játéknak az elején, és utána ugyanúgy tudtunk vele tök jól játszani. Antutu benchmarkon a készülék 94.154 pontot kapott, ami manapság már nem tűnhet olyan soknak, de igazából ezek a pontszámok, ahogy sokszor el is mondom, nem mindig mutatják azt, illetve nem mindig reprezentálják azt, amit valójában mi tapasztalunk a készüléken, hiszen mi azt tapasztaltuk, hogy jó volt vele játszani, nyilván közepes grafikán, ugye a kisebb kijelzőnek köszönhetően, és a kisebb felbontásnak köszönhetően, illetve maga az operációs rendszer is teljesen gördülékenyen működött, tehát én azt gondolom, hogy a 94.000 pont egy kicsit becsapós, nyilvánvaló, hogy mondjuk az erősebb társai vagy csúcskészülékekhez képest azért lenne különbség, hogyha a kettőt egymás mellé tennénk, de elsősorban ugye itt, ha a felhasználást nézzük, és a megakadásokat, akkor azzal nem találkoztunk, tehát innentől kezdve egy tök jó készülékről beszélhetünk. Beszéljünk akkor a kamerákról. A hátlapon a LED villanó mellé kettő darab kamerát kapunk. Az egyik egy 13 megapixeles széles látószögű f1.9 rekesz értékű kamera, a másik pedig egy 5 megapixeles ultraszéles látószögű f2.2-es rekesz értékkel rendelkezik. Az előlapon pedig egy 8 megapixeles f2.0-as kamerát kapunk. A hátlapival szerintem kiváló képeket lehet készíteni, főleg úgy, hogy tényleg nem egy csúcskészülékről beszélünk, tehát a maga kategóriájában jó képeket készít ezzel a két kamerával, ugye mind normál, mind ultraszéles látószögben. Videókat tud rögzíteni 1080p-ben 30, illetve 60 fps-sel, és támogatja a HDR funkciókat is, tehát még szebb, még élesebb képeket fogunk kapni, úgyhogy a képekre, videókra szerintem nem lehet panasz. A készülék az 4 különböző színben érhető el, fekete-fehér, kék, illetve korál színű, hozzánk a fekete jutott el, és ott ahogy látszik is nagyon szép fényes amúgy a műanyag hátlap, de hát sajnos gyűjti is az új lenyomatokat, úgyhogy egy tok az amúgy is mindenképpen ajánlatos hozzá. De én azt gondolom, hogy összességében megéri az árát, ezt az 56-60 ezer forintot,
hiszen nagyon jó tulajdonságai vannak, annak ellenére, hogy egy középkategóriás telefonról beszélünk, nagyon szép képeket készít, a szoftvere az gördülékeny, még játékra is alkalmas, nyilván nem ultra grafika mellett. Tehát én azt gondolom, hogy 56 ezer forint vagy 60 ezer környéke mindenképpen egy jó ár, ráadásul szolgáltatói kínálatban is kapható, tehát még akár részletre is meg tudjátok venni különböző szolgáltatóknál. Én egyet szeretném volna mondani a Samsung Galaxy A20e készülékről, ha tetszett a videó, akkor lájkoljatok minket, iratkozzatok fel a csatornánkra, és ha bármilyen kommentetek, észrevételetek lenne, vagy kérdésetek, akkor ezt nyugodtan feltehetitek a videó alatti szekcióban, vagy akár Facebookon is üzenet formájában, vagy ha posztoltok a bejegyzéseinkhez. És maradjatok velünk, hiszen következnek hamarosan újabb videók, tesztek, játékok egyaránt. Addig is, sziasztok! We'll be right back.